Na, a fejemet azt nézzétek, mert az eléggé nyomott. Csak azt akarom mondani, hogy például ide leülsz a padra, és az előbb az öreg itt egy faszét végigjárkált. 10 perccel ezelőtt megigazított ezeket az újságokat, érted? Minden padhoz tett egyet, ott a fasz is olvassa, de nem azt pakoltak, az öreg ment tovább. Csak ez sima, sima reklám újság, semmi akciós sűzik, még tudom én, $10 olcsóbb a cipő, meg ilyenek. És ez sima reklám újság, a New York Post mai azt mondja, hogy mi van ma, júli 31, 2014. Kiteszi ide az öreg, hogy, hogyha lejössz ide a partra relaxálni, akkor tudjál olvasni. Tudjál olvasni. Ott van egy az a műszakisnak, a WC és bácsinak tulajdonképpen az az ajtaja, de nem ott van a bejárat, hanem minden oldalról. Ott is van egy WC és néni, és van ott, úgy látom. Csak ez erről szól, hogy ezek egész nap itt rendet tartják itt a WC-t, meg a park őrök, tulajdonképpen ilyen szemetet szedik össze, meg a nyilvános WC-t tisztán tartják, meg ilyenek. Ott a Verezzano híd, azon kell átmenni Staten Islandről, Bayridge-be, meg New York, Brooklynba. Itt van egy PR, egy ilyen móló, itt horgásznak, majd oda még kimegyek. Arra móló, arra is ki akartam menni, az egy ilyen régi móló, vagy nem tudom mi az, az köves, ott szóltak, hogy arra kőre nem lehet rámenni. A belőle is leült a faszi, és akkor kiolvassa, érted, ilyen helyet. Tehát ez az önzetlenség, ez úgy nagyon bejön, hogy így figyelnek egymásra. Jó, vannak rossz dolgok, meg nem Amerika most itt az Isten, de ezek ilyen apró dolgok, amik nekik már természetes, nekünk meg még az irigység azért az nagyon ott van. Ott van a főút, róla kimész, felszállok a buszra, és akkor a ház előtt letesz. Tehát körülbelül a háztól én most utaztam egy ilyen 10 percet, és itt vagyok. Szóval az így jó, az így kellemes. Na hát ez most egy ilyen nagy ilyen videóbeszámoló, nem tudom mi volt ez, de most így ennyi.